Sziasztok, én Erás vagyok, ez pedig itt az Erás Könyvtára csatorna. Ebben a videóban ki fogom tölteni a 2023-as félévzáró pánik bukteket. Maradjatok velem, hogyha érdekel. Tavalyi évben mind a két fél évben kitöltöttem, bár az az igazság, hogy nem érzem azt, hogy pánikolnom kellene. Elég jól állok az olvasmányaimat illetően, bár ami igaz az igaz, a magánkönyvtáram olvasási százalék, amivel mindig új könyvek érkeznek, így nem nagyon változott, tehát ezen azért szeretnék változtatni. Ha jól emlékszem, 80. könyv környékén tartottam, június végén és 22.000 oldalnál. Ezt igen, idáig nem gondoltam, hogy ilyen sok lesz, így alakult, elég sok rövid könyv, illetve sok mesekönyv is van ebben a 80 olvasnivalóban. De akkor kezdjünk is neki, és nagyon szépen köszönöm Kingának a kihívást. Meg fogom osztani a többiek hasonló témájú videóját is. Az első kérdés, puskázni fogok, fölírtam magamnak a kérdéseket, a könyvek borítóit pedig be fogom vágni a videóba. Az első kérdés, az idei legjobb olvasmány. Hát ide egyértelműen Louis de Bernier-nek a Koreli kapitány mandolinját hoztam. Ez egy nagyon nagy meglepetés volt. Nekem nem gondoltam volna, hogy ennyire tetszett. Ha érdekel benneteket, hogy bővebben beszélek erről a könyvről, akkor mindenképpen nézzétek vissza a videókat. Talán azt, hogy jól emlékszem, májusban olvastam. Nagyon megrázó és gyönyörű könyv volt, és abszolút nem az a típusú hollywoodi szerelmi történet, ahogy a filmben láttuk. Második kérdés, a legjobb folytatás. Hát ide egyértelműen a Calderon második részét mondanám, ahogy a felségáruláshoz Bridges dukál. Elképesztően jó volt, sokkal jobb, mint az első rész, és nagyon-nagyon magával ragadott. A harmadik, friss megjelenés, amit még nem olvastál, de szeretnél. Ide a Kolostort hoznám, nagyon kíváncsi vagyok erre a történetre, gyönyörű szép kiadásban jelent meg, kíváncsi vagyok. Nagyon szerettem a jóslást, a tanókártyát, az ehhez kapcsolódó misztikus dolgokat, úgyhogy mindenképpen kíváncsi vagyok erre a történetre. Negyedik legjobban várt friss megjelenés az év második felére. Hát ide a Vágymágusok negyedik részét mondanám, bár még abszolút nincs bejelentve, csak az író blogján feltett kérdésre válaszolta, hogy most a negyedik részen dolgozik. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha már ebben az évben elolvashatnám, nagyon kíváncsi vagyok rá. Az ötödik, a legnagyobb csalódás. Ide két könyvet hoztam, az egyik a Galant volt, a másik a Hercegné alkuja. Mind a kettőre elég sokat beszéltem, egyik sem nyert el a tetszésemet. A hatodik kérdés, a legnagyobb meglepetés, ide egyértelműen a Vágymágusokat hoznám, abszolút berántott ez a világ. Onszáj fantasztikusan ír, akár fantasyről van szó, akár sci-fi-ről. Hetedik kérdés, kedvenc új szerző. Nem is mondhatnék mást, abszolút Onszáj lett az egyik legnagyobb kedvencem. A nyolcadik, új fikciós szerelmek. Mindig elmondom minden fél éves tegnél, hogy nem vagyok olyan típus, aki szerelmes lesz egy főhősbe, de aki nagyon tetszett és nagyon szimpatikus volt, az kettő volt, az egyik pedig Calderon, a másik pedig Donna a Szivárgó sötétség sorozatból.
Mind a kettőjüket nagyon-nagyon szerettem, nagyon megkedveltem, szóval őket sorolnám ide. Legújabb kedvenc karakter, ide Tynát hoznám a Calderonból, elképesztően jól kidolgozott karakter, és nagyon-nagyon karakán, határozott és bátor nő. A tizedik, egy könyv, amin sírtál. Az az igazság, hogy idáig ez az év sokkal inkább könnyed olvasmányokkal volt tele, így nem volt még olyan, amin sírtam volna, szóval ide most nem tudok könyvet hozni. Egy könyv, ami boldoggá tett. Igazából engem minden könyv boldoggá tesz, tehát szerintem mindenki, aki szeret olvasni azokat a könyvek, és az olvasás az boldoggá teszi. Szóval nem tudok ide egyetlen egy könyvet hozni, ami boldoggá tett, hanem mindegyiket hozhatnám akár, kivéve amelyek felbosszantottak. Olyanból is volt egy-kettő. Könyvadaptáció. Ide két kedvencem van. Az egyik az Outlander 7. évada, ami mostantól látható a Netflixen, a második pedig a Vaják, harmadik évada, ami tudom, hogy sokaknak nem tetszenek a változtatások, de nekem sokkal jobban tetszik az a Yennefer kép, amely most a sorozatból jön le, mint ami a könyvekben volt. Ott túlságosan el volt nyomva az ő figurája, tehát jóval kevesebbet kaptunk belőle. Tudom, hogy ezzel most nem leszek túl népszerű a Vaják rajongók körében, de én akkor is úgy érzem, hogy nem kapott elég szerepet, sőt, a női szereplők nagy része Cirin kívül jóval kevesebb hangsúlyt kapott Sapkowski regényeiben, szóval nekem tetszett így is. Attól függetlenül, hogy a sorozat sűrít, és teljesen más műfaj az egész, szerintem amit lehetett, megpróbáltak a legjobbat kihozni belőle. Szereplőcseréről meg annyit, hogy sajnálom, mert a Vaják szerepe abszolút élett a mostani főszereplőre, de én úgy gondolom, hogy későbbiekben is nézni fogom ezt a sorozatot az új szereplővel is. A legszebb könyv, amit idén vettél, ez a 13. kérdés. Ide két könyv pályázik, az egyik a Kolostor, amit már mondtam nem is olyan régen, elképesztően gyönyörű kiadásban jelent meg, de most, ha mondhatok még egy harmadikat, idehozom akár a Vándor ünnepet is, mert az egész Hemingway sorozat csodálatos 21. század kiadó sorozatában. De ami még kifejezetten nagy kedvenc lett, az a Dreher szimfónia. Még nem olvastam, de elképesztően gyönyörű és olyan élfestéssel jelent meg, hogy nem volt szívem nem megvenni amúgy is magára az egész családtörténetre kíváncsi vagyok. Mely könyveket szeretnéd még idén elolvasni? Igazából, aki nézi a Mojon a magánkönyvtáramat, és azt, hogy hány százalékon állok, nagyon sok olvasnivalóm van még. Az egyik tervem az, hogy minél többet a meglévő magánkönyvtáramból elolvasni. Nem tudom, hogy ez milyen szinten fog sikerülni, én ettől függetlenül is elégedett vagyok, mert ebben a fél évben is sikerült olyan könyveket összeválogatni, amelyek kikapcsoltak, szórakoztatóak voltak. A nyári időszakban is szeretnék jó párat olvasni. Igazából gondolkodtam rajta, hogy csinálok egy nyári TBR videót, hogy milyen könyveket szeretnék elolvasni, de ez a tavalyi évben annyira nem jött össze, hogy idén nem merek ennyire tervezni, mert mindig az adott hónapban a hangulatom határozza meg, hogy miket fogok olvasni. Ennyi volt ez a videó. Hogyha gondoljátok, akkor be fogom linkelni a kihívást amolyan. Töltsétek ki ti is ezt a bookteget, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy számotokra melyek voltak a legjobb könyvek idáig ebben a fél évben. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Én Eres voltam,
Hogyha tetszett a videó, kérlek, lájkold és iratkozz fel a csatornára, hogy minél több tartalmam eljuthasson hozzád. További szép estét, és nagyon sok jó könyvet kívánok!